interjú. Arra kérnélek, egy picit mesélj arról, ugye, hogy most egy évig szabadságon vagy tulajdonképpen, és Zamárdiban nagyon jól érzed magad. Mivel telnek a napjaid? Hát az igazság, hogy semmire sem marad idő. Hogy az ember reggel föl kell, elmegyek, kocogok egyet, utána úszok, kicsit kihasználom a szép Balaton vizét, a szép házat, amit építettem, hogy a gyerekeknek lett ez valamikor építve, mert én el vagyok egy labor vízbe is, de most szó szerint élvezem. Dél körül elmegyünk mindig valamit jót, ebédelünk, vagy főzünk együtt. Délután kihajózunk, van egy szép kis hajom, gyönyörű a Balaton, meg szoktunk állni még valahol egyet vacsorázni, és jövünk haza, és hullafáradtak vagyunk, és se tévét nem láttam, se kompjútert, a telefonomat sem nagyon nézegettem, úgyhogy teljes kikapcsolásom vagyok. Igen, de ez tudatos nálad, hogy abszolút kikapcsolod most a külvilágot? Egy kicsit igen, hogy ez az 5 év, ez sok volt, mint stresszben, mint folyamatosan teljesíteni, egy kicsit úgy elfáradtam. Most élvezem azt, hogy tényleg csak a család, a barátok, tele van a ház, jól érezzük magunkat. Mesélj picit valami titokról a jövődből. Nincs titok, tehát én egy-két komoly megkérdezést elutasítottam. Én, hogyha minden jól megy, biztos, hogy pihenni fog decemberig, az a minimum, aztán meglátjuk, hogy jönnek ajánlatok, milyen jön, hogy szortírozunk. Nekem azzal sincs probléma, hogyha jövő júniusban átveszek egy utánpótlás csapatot a Hertánál. Én már voltam válogatott edzője, voltam profi edző, ez nem egyszerű élet, nekem van családom, én jól érzem magam otthon, ezt majd el kell dönteni, a sors hozza. Ha lesz olyan ajánlat, hogy az ember azt mondja, hogy család elé tudja tenni, mert ki akarja próbálni magát, akkor átgondolom. Hogyha nem lesz olyan, amire azt mondom, hogy igenis ez egy nagyon olyan dolog, ahol nekem ezt meg kell próbálni, akkor lehet, hogy én többet nem leszek edző. Ez nincs sem probléma. Én a utánpótlásban szívesen dolgozok, szeretem az edzéseket, szívesen megyek. Tehát nekem az a lényeg, hogy zöld legyen a fű, patoljon a labda. Nagyon szépen köszönöm. Okay. És jó pihenés. Minden jó.